Felesi Györgyi testvérét, Házi Erzsébetet, az Operaház énekesnőjét hozta el mai klubestünkre. Házi Erzsébetet jól ismerik itthon és külföldön egyaránt, sikerekben gazdag pályafutásáról, már számos cikk jelent meg, így művésznő, ha megengedi, talán most Györgyit faggatom. Természetes. Kedves Felesi Györgyi, Miskolcra játszott, most Kaposvárra készült. Mit szeretne játszani Kaposváron? Kaposvárot prózai színésznőnek szerződtem, és inkább a mai fiatal lányok felé vonzódom. Bár, hát, ha szubrettet el kell játszani, akkor nincs mese, el kell játszani Kaposvárot is. Házi Erzsébet, Felesi Györgyi, a két névből nem nagyon következtethetünk a családi kapcsolatra. Melyik a családi és melyik a művésznév? Édesapám Házi. Igen. És az édesanyám pedig Telesi. Uh-huh. És azért vettem fel a Telesi nevet, hogy anyu sem maradjon ki teljesen a buliból. Menjünk vissza egy kicsit a múltba, és hallgassuk meg Házi Erzsébet pályakezdését. Nem akartam opera énekesnő lenni semmiképpen. Sportoló voltam, úszó, és a sportoszodába jártam. A zenegimnáziumba jártam akkor, és az énektanárom az Jászai Mari téren lakott, és oda érvén mindig sokat töprengtem, hogy most a Jászai Mari téren kössek ki, vagy a sportuszodába. Aztán győzött a Jászai Mari tér, mert énektanárom közölte velem, hogy vagy az egyik, vagy a másik, a kettő együtt nem megy. Így alakult aztán, hogy csak egy ugrás volt utána az Operaház. Szüleim fél évig nem is tudtak róla jóformán, hogy az Operaház tagja vagyok. Majd egyszer egy vasárnapi napon apám és anyámmal együtt sétáltunk, és egy plakáton meglátták, hogy három kislányban valamelyik leány szerepét játszottam, már nem emlékszem aznap melyiket, és apám ránéz anyámra, és azt mondja, te. Azt mondja, hát ez a mi lányunk lehet, te voltál az? És meghívtam szüleimet aznap estére, akik el is jöttek, és rettenetes, dobogó szívvel vártam az eredményt, hogy mit fognak szólni. Apám és anyám egy szóval nem nyilatkoztak, se pozitív, se negatív véleményük nem volt. Én azt hiszem, egy kicsit zavarba voltak ott maguk is. Ennek az a folytatása, hogy a főiskolán a negyedéves vizsgaként, az énekvizsgaként a három a kislányt játszottuk, és a ruhákat a főiskola az Operaházból kérte kölcsön. Én emlékszem pontosan, hogy az Édit játszotta a Böbe akkor, mert én is az Édit játszottam a Böbe ruhájába a vizsga előadáson. Úgyhogy idáig teljesen egyformák voltunk, amikor megszólaltam és énekelni kezdtem, akkor kiderült, hogy az nem az, mert egy oktával lejjebb énekeltem az egészet, és lenéztem az első sorban Böbe ült Ivánnal együtt, és döbbentem, láttam, hogy Iván, majd... Darvas Iván, Böbe férje, hogy alig bírják visszatartani a pukkadó nevetést, akkor rájuk néztem, és eldöntöttem egy életre, hogy többet nem fogok énekelni, mert ez nekem nem megy. Hát ez sajnos azt jelenti, hogy itt közös produkcióra nem kerül sor. Házi Erzsébet énekesnő, Telesi Györgyi prózai művésznő, én nem tudom, mit lehet kezdeni. Én mégis el tudom képzelni, hogy például gyönyörű szép irodalmi műből, Puskinnak a Anyigényéből Tatjána levelét csöpi el tudná olvasni, és el tudná mondani, és én pedig esetleg eléneklem. Nagyszerű a tipp, köszönjük szépen! Én írok levelet magának. Kell több. Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet. De ha sorsom panaszta vára, szívében egy csepp hely marad, nem dobhat el, vízhangot ad. Hallgattam eddig, szólni féltem, s higgy el, szégyenem nem tudta volna meg sosem, még titokban azt reméltem, hogy lesz falunkban alkalom, s hetenként egyszer, ha láthatom. Csak hogy halljam szavát, bevallom, szóljak magához. És azután mi egyre gondoljak csupán éjjel-nappal, míg újra hallhatom. Mi lesz csak
legyen, hogy gyújtson át az eljövendő sorsom véget. Hú, el ne hűsz, úgy várom rád, én este kelve kérlek, este kelve Az opera énekesnő és a prózai színésznő újabb közös produkciója következik, ezúttal egészen más műfajban. Természetesen ezt a szerepet is nagyon komolyan veszi a két művésznő, csak arra kérik a kedves nézőket, hogy önök ne vegyék komolyan. Mi vagyunk a házi szisztelek, kik önöknek is talán tetszenek. Utározni minket nem lehet, mint két csajány, a két gyerek. Könnyű volna, mint az egyszer egy operai táncos egymeleg, de énekelni csak jazz lehet, csak is jazz lehet. Én is siker, én is ilyen iker, én is a kis tugom. Siker, két ilyen iker, biztos itt a műsoron. Jöhet bármiféle fesztivál, párosunk a babér, Peci már. Önöknek is talán tetszenek a házi sziszter.